Ezt a bűncselekményt P. László követte el, nem voltak tettestársai, nem volt segítsége, tehát a részünkről az egy elkövetős megoldási mód az, amelyik jelenleg egyértelműen bizonyítottnak látszik. 6 verzió mentén indult a nyomozás, és a végén 2 verzió volt az, amelyik tulajdonképpen megerősítésre került. A 2 verzió az az, hogy egyedüli elkövetésről van szó, tehát hogy magányos tettest keresünk, vagy pedig a másik, amire szintén volt tanú, hogy egy tanú hallotta, hogy valakit egy autóba bekényszerítenek, és az autó eltávozik az elkövetés helyszíne irányába. Ezt a verziót azonban kizártuk, hiszen az autó nem jelent meg az elkövetés helyszínen. J. Olivért poligráfoztuk, többszöri tanúkihallgatáson esett át, és olyan alibije van, amelyik alapján egyértelműen kizárható ebből a cselekményből. 8 poligráfos vizsgálatot hajtottunk végre, önként jelentkeztek zömében ezeknek a poligráfos vizsgálatok végrehajtására. Az érintettségi körben bírók, tehát a kapcsolat rendszerét, ami látszódott, teljes egészében feltérképeztük. Élte ugyanolyan természetesen az életét, mintha úgy fogalmaznék, mi sem történt volna. Miután valahonnan információt kapott, hogy valamiért ő itt el lesz számoltatva, akkor viszont menekülőre fogta, azt hangsúlyozom még egyszer, egy teljes napon keresztül üldöztük. Az M60-as autópálya 57-es út kereszteződése Mohács irányába 150 méterre a saját akcióosztályi beosztottaink fogták el. Akkor a poligráfba be kellett ültetni, akkor nagyon nehéz volt neki olyan kérdést föltenni, amit csak ő tudhat, és ami nem jelent meg a sajtóban. A vallomásában elismerő szintetikus típusú kábítószert fogyasztott, és erre ivott is. Tehát itt még feltételezhető az is, hogy az ő reális önértékelése, helyzetértékelése is megkérdőjelezhető. Igyekszik vele kapcsolatot teremteni, majd egy meghatározott menetvonalon eljutnak a helyszínre, ahol valójában megtaláltuk. Tehát azt megerősítem, hogy a bűncselekmény elkövetésének a helyszíne az a Bándik Ata megtalálásának a helyszíne is. Tehát itt követte el valójában is a bűncselekményt. Menet közben hol lemaradva, hol távolodva, lényeg az, hogy folyamatos kontakt van, végül erre a területre jutnak, és itt megöli a Katát. 3 gyerek bujócskázott ebbe a térségbe, és a 3 gyerek közül az egyik úgymond a játékszabályokat felrúgva elhagyta a helyszínt, a másik 2 az ott bóklászott, észrevette, szólt a nevelőapjának, ő tette a bejelentést.